Örülnek a fiatalok a szerb állam 5000 dináros támogatásának, egyesek már fejben el is költötték az összeget. Smatram da to deci moj uzrast onako 18-16 godina puno im znači zato što oni imaju posao, ne moraju oni da vode računa o plaćanju nekih dugova nešto, tada tih 5000 im zapravo mnogo dođe, a ja mislim da ću ja to potrošiti na poklone za moju sestru, pošto ona meni priređuje nešto za Božić, tada ću ja njoj nešto malo da iznenadim. Regisztráltam igen, ezt a pénzt igazából az iskolai, tehát ilyen füzet, tehát felszerelésekre, illetve az öltözködésre költöm, ezzel is segítve ugye szüleimet, hogy könnyebb legyen mi nekünk, legalábbis én így gondolom, hogy ez erre való. Én is fogom igényelni a mai nap folyamán az 50 eurót, és valószínűleg ruházkodásra vagy iskolai tanszerekre fogom költeni. A szerbiai állampolgárságon kívül az is követelmény, hogy a fiatalnak szerbiai bejelentett lakhelye legyen. Érdemes ellenőrizni, hogy nem járt-e le a személyi igazolvány érvényességi ideje, mert ha igen, akkor nem fogadják el a jelentkezést. Azoknak is igényelniük kell a támogatást, akik a korábbi segélyek alkalmával már feliratkoztak a jegyzékre. Jelentkezés nélkül csak azoknak fizetik be, akik szociális segélyre jogosultak, vagy büntetés végrehajtási intézetben vannak. Azok a 16 és 29 év közötti fiatalok kérhetik a támogatást, akik 2022. november 20-án, amikor hatályba lépett a 16-tól 29 éves szerbiai állampolgárok ideiglenes névjegyzékéről szóló törvény, eleget tettek az életkori feltételeknek. A korábbi 100-100 eurós támogatásokat 1 millió 60 ezer fiatal számlájára utalták át, és ezúttal is nagy érdeklődésre számítanak. A mostani kifizetésre december 16-a és 20-a között kerül sor. Zombor Imre szerint fontos, hogy az állam tudatja a polgárokkal, hogy az energiaválság közepette is támogatja őket. A közgazdász hozzátette, különösen jelentős a fiatalok anyagi támogatása több indokból is. Egyrészt a fiatalok azok, akik vihetik ennek az országnak a gazdaságát, társadalmi életét, mindent meg kell tenni abba az irányba, hogy itt maradjanak, ne menjenek külföldre, esetleg holnap gyereket is vállaljanak. A közgazdász szerint a fiataloknak folyósítandó egyszeri 5000 dináros segély nem terheli meg jelentősebben a szerbiai költségvetést. Erről Siniša Mali pénzügyminiszter is nyilatkozott. Veoma mi je drago da smo našli mogućnost, jer smo u budžetu opredelili 6 milijardi dinara za ovo, negde 45 miliona evra, da smo našli mogućnost da još jedan put u ovoj teškoj i neizvesnoj situaciji pokažemo našim mladima koliko nam znače. Njima znam da znači, jer vidim po reakcijama sa socijalnih društvenih mreža, dakle, znači im ta podrška države, da znaju da na našu državu mogu da se oslone i kada su ovako veliki problemi. Mint a korábbi alkalmakkor most is a kincstár igazgatóság honlapját, a www.idp.trezor.gov.rest kell megnyitni, és mindössze néhány kattintással az igénylők közé kerülnek az érintettek. A személyi igazolvány számát és a személyi számukat, az úgynevezett jömöbögöt kell megadniuk, valamint kiválasztani a bankot, ahova átutalják az összeget.